Brékvadászat élő teniszfogadásoknál. Ma egy élő fogadási stratégiáról lesz szó, egy kis martingélcsavarral. Egyelőre a nevéből adódóan is nyilvánvaló, hogy tenisz élő fogadásokra korlátozódik. Elemezzük a meccs kiválasztást, a formát, és próbálunk hasznos tanácsokkal hozzájárulni stratégiáthoz. Ha a fogadási stratégiánk része brékre fogadni élőben, ennek az odza még egy nagyon simának várt meccsen is 1.60 körül mozog, de ki lehet fogni kettő feletti odzokat is. Ugye milyen jól hangzik? Például egy 1.10-es szorzói meccsből hozunk ki vele 1.60 feletti odzot. Nagyon alapos meccs kiválasztás. Nem fogadhatunk csak úgy teniszre, és nem ugorhatunk neki bármelyik élőben adott meccsnek, mert a martingél stratégia hamar elviszi a tőkénk, ha sok lépcsőt kell megmászni, mire nyerünk. A folyamatos tétemelgetésnek nem vagyunk nagy hívei. Csak női teniszmeccsre ajánlott a brékvadászat. Miért is? Egyszerű fizika. A nők gyengébben, kisebb erővel szerválnak, ezért nem jelent akkora előnyt az adogatás, mint a férfiaknál. Elég, ha csak a szervák sebességét összehasonlítjuk, és már is jókora különbségek vannak. Férfi mezőnyben elég gyakori a 200 km per óra feletti szerva. A rekordot Roddick tartja 247,8 km per órás szervájával, amíg a női mezőnyben egy Serena Williams-es felépítésű nőnek kell lenni, hogy időnként súrolja a 190-200 km per órás határt, de ez egyáltalán nem jellemző. Férfiaknál komplett szettek mehetnek le brék nélkül, még nagy tudásbeli különbségnél is. Ha már tudásbeli különbségnél tartunk, azért jobb egy olyan meccs, ahol ez megvan. Nők ide vagy oda, kevesebb esélyt adjunk a tétemelés ördögének. A győztes odza ilyenkor 1.30 alatt van. Fontos, hogy legyen motivált a választottunk. Ha egy nagyobb név egy kisebb tornán játszik, lehet csak bemelegít egy nagy torna előtt, vagy épp edzőmeccsként fogja fel. Ugyanakkor néznek, hogy az adott borításon hogyan teljesít valaki. Bizony egy jó salakos játékos könnyen elbukhat egy gyengébb helyre rangsorolt teremspecialista ellen. Milyen formában játszik mostanában? Ha azt látod, hogy van egy feladott meccse, és azóta többet vesztett, mint nyert, akkor hiába van 50-100 hely különbség a világranglistán a javára. Vagy az is lehet, hogy nincs feladott meccs, ami akár egy sérülést is jelezhet, de bűn rosszul játszik az elmúlt hetekben, hónapokban, rendre gyengébb játékosoktól is vereséget szenvedve, ilyenkor érdemes hanyagolni. Ha vannak egymás elleni eredmények, az segíthet egy képet kapni az erőviszonyokról, ez kevésbé ismert játékosoknál kifejezetten nagy segítség lehet. Milyen oldalt használj információgyűjtésre? Az eredmények.com egy elég jó kezdő opció ehhez. Találtál esetleg elemzést fórumon vagy sportoldalon? Még jobb, hiszen fontos plusz információkat kaphatsz. Van, aki sok teniszező Facebook rajongói oldalát, vagy magát a teniszezőt követi, mert gyakran írogatják itt, hogy éppen hol játszanak, hogyan érzik magukat és milyen sérüléseket szenvedtek. Nem feltétel, de előny, ha ismered a játékosokat, és nem most hallottad először a nevüket. Például, ha a két meccs között vacilálsz, egyértelmű, hogy azt választod, ahol két olyan játékos küzd majd meg, akiket már láttál játszani. Nézzük a teniszmeccset élőben. Ha megvan a teniszmeccs, adott az esélyesebb játékos, akit követni akarunk, kezdjük el nézni a meccset. Az elején nagyobb odzokat lehet elcsípni, mint mondjuk a harmadik rék után, ezért is fontos, hogy ne a meccs közepén csatlakozzunk be, na meg azért, mert a mérkőzés kezdetén megfigyeléseink szerint kifejezetten gyakori a brék. Figyelem, ez nem egy automatizált fogadási stratégia. Nézni kell a meccset, figyelni a játékosokat és észnél lenni. Ha rossz lóra tettünk, akkor váltani kell. Ha látjuk, hogy rossz formában gyengén játszik, engedjük el a kezét a kiszemeltünknek. Amikor látod, hogy tényleg az esélyes az esélyesebb, tehát simán hozza az adogatását, az ellenfél adogatását szorossá teszi, bréklabdái is vannak, na akkor itt az ideje a következő alkalommal brékre fogadni. Ha nem jött, akkor a játék képe alapján döntesz, hogy a következő alkalommal pihensz, vagy megint raksz brékre. Ha az ellenfél nagyon simán hozta az adogatást, akkor lehet még túl korai a következő bréket megfogadni, ha viszont vesztettél ugyan, de majd nem jött, akkor folytasd. Mivel az odds 2 feletti, lehet nem kell feltétlen duplázni. Úgy kalkulálj, hogy jöjjön vissza a téted, meg ugyanannyi nyereség, amit elsőre akartál. Van még egy trükk, amivel biztosíthatsz. Fogadás dúszra.
Ennek az odza általában 3. Így ha tényleg szoros az adogatás, és majdnem elvette, de mégsem jött össze a break, akkor is leesik egy kis pénz. Van, aki csak annyit szokott rakni, hogy mondjuk a tét felét hozza vissza. Ez mondjuk megnyugtató, ha már nagy pénzt kell felrakni, mert a harmadik, negyedik lépcsőben tartasz a tétemelés miatt. Még valami fontos. A lélektani tényező. Esélyesünk adogat a szettért, adrenalin az egekben. Mi szokott ilyenkor bekövetkezni? Megremeg és elveszíti az adogatását. Itt érdemes arra fogadni, hogy break lesz, és tényleg nagyon magas odzot el lehet csípni. Ugye az esélytelenebbre teszünk méghozzá arra, hogy elveszi az adogatását annak, aki lehet, hogy 5-1-re vezet a szedben. Itt bizony a 4 feletti odz is gyakori. Tehát, ahogy mondtuk, nem vakon emelgetünk, ha nem nézzük a meccset, keressük a tipikus break előzményeket, szituációkat. Egy idő után már felismered majd az ilyen mintákat. Reméljük, hogy hasznosnak találtad ezt az útmutatót, amennyiben kérdéseid akadnának, nyugodtan tedd fel őket a komment szekcióban, vagy egyenesen a sportfogadás.org fórumon, ahol a közösség mindig segítőkész. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, ahol hetente jelentkezünk sportfogadással kapcsolatos tippekkel, fontos sporteseményekre készített tippajánlókkal, érdekességekkel és tanító videókkal.